Köszöntök minden kedves nézőt, itt vagyunk jelenleg Tóvároskert megállóhelynél, és ma szépen el fogunk menni S150-ezni Bakonysárkányig. Most megyünk szépen Komáromba, flörtel S10-esezünk odaig, és onnan pedig, ezt figyeljétek, 174-es katapultos, ugye ezzel beszállva a csörgőnek, csörgözni fogunk, elvileg DDD kocsival, tehát gyakorlatilag BHV és ugye bicikliszállító kocsival, tartsatok vele mindenféleképpen. És igen, láthatjátok is a 131-es számú kocsit, ezzel fogunk mi venni. Jaj, ott a 10-esünk, ez már tolat is a csörgő, eddig minden rendben van a úttal. Találhatjuk a bicikli szállításra alkalmas elkülönített részt. Ide lehet szépen fel, ahogy itt a ábra is mutatja, így felakasztani úgymond a bicikliket. Ott hátul található a zárva. Zárva. Akkor ott nem fog videózni. Itt lehet elhúzni nehezen ezeket az ajtókat, és itt pedig egy ilyen rácsos rész, de itt is lehúzhatóak az ablakok. Ott található a vészék, és hát sajnos akkor nem tudunk ilyen hátsó felvételt csinálni, mert zárva van az ajtó. Na már indulunk, és pont azt mondtam, hogy lassan indulunk, de hát akkor nem, ez csak ilyen próba volt, ott található egy DB-s tolatós. Hát azért van utas, tehát nem tudom, jaj, nem tudom rendesen bemutatni ezt a részt, és hát az ablaklehúzás is eléggé kérdőjeles még, de valahogy megoldjuk. Meg is érkezett Győrföl S10-es, ami megy Budapest fele. Itt a csatlakozásunk, innen átszállnak a utasok, és mi már indulunk is Fehérvár fele. Bábolna, Kisbér, aztán Bakonysárkány, ott fogunk mi leszállni. És egyébként hamarosan átmegyünk a kerékpáros részbe, mert ott lehet videózni itt meg, nem akarom most lehúzni az ablakokat. Benne is vagyunk abba az évben, nem ászár, hanem csémpuszta, ászár egy picit lejjebb van, de bocsánat, javítom magamat ezzel.
rajta útát járunk. És most igen, itt azért egykoron nagyobb volt a történet. Rakodó is van, tehát minden. Hamarosan érkezik a autópálya híd, és az első vonat volt érintett ebben, mivel kidőlt egy fa, és ezért 75 vagy 80 perces késéssel tudott csak leközlekedni. Ezt majd valószínűleg hamarosan láthatjuk, hogyha fel tudom venni. Hála Isten, most már minden rendben van. Egyébként a bézém ott még meg tudott állni a kidőlt fa előtt. Esik is az eső, hát nagyszerű. Talán itt lesz egyébként, mert Nagyigment bából és Szőny déli között volt, azt hiszem. Majd bevágok egy képet, maradjunk annyiban. Érkezünk Nagyigment bábolnára, közben itt kettő spotter is volt előtte. Hát azért jó sokan videózzák ezt a nem mindennapi 178-as csörgöt ugye ezen a vonalon. De hát azért jó kiürült a kocsi. Hoppá. Aha, gondolom akkor ez vitte odébb azt a fát. Nagyigment bából, na itt vagyunk. Már el is hajtunk Nagyigment bábulnát, és Kisbérig most nem szólalok meg. Ugye Kisbéren voltak találkozók, ugye mivel ott haladt, tehát, és most is ott megy át, ugye a Tatabánya-Pápa vasútvonal. Jelenleg azért jól lecsökkent a utasszám, tehát itt Nagyigment bábulnán 5-en leszálltak legalább, tehát igen.
hamarosan Bakony sárkány, ahol mi most le fogunk szállni. A szembe jövő 331-es vízével fog visszafele majd jönni Komáromba. Vagyunk Bakonysárkányba, szakad az eső. Egy pár érdekesség információ arról a kocsiról, hogy a Dunakeszi gyártott 1997-ig, és van benne kerékpárszállító rész, ugye ott is videóztam, illetve azt mutattam is többször is, azt hiszem. És itt vagyunk Bakonysárkányban, még egyszer mondom. Minden esetben az első vágányra érkeznek a vonatok, és illetve indulnak is. De a mai nap egy kivétel volt, mivel az előttünk levő, vagy az azelőtt levő vonat, ugye amikor volt ez a fakidülés, a második itt volt a kereszt, pedig ugye minden esetben Móron szokott lenni, ahol bevárják egymás a vonatok, és a második vágányra érkezett a, vagy a Csörgő, vagy a Bézé, lényegtelen, de ez az állomás is bemutatta a mai napon, hogy tud keresztezni, illetve itt a állomás vezetőnek a, hát nem is tudom, hogy mondjam, helye. Ugye innen szokott kimenni a vonatok indítására, és ugye van szolgálat egyébként. Várjuk a Bézét, hát esik az eső, 15 perc múlva jön a Bézé elvileg. Na. Tehát a vasútállomásnál, a rakodónál, Tóvároskert megállóhelyen szálltam volna leközben egy Railjet, hát köszönjük szépen, most ez annyira nem érdekel. És hát kérem szépen, Miskolcról jött egy Bobo Kft. És Bobo, kérem szépen a 13-as Railjet közben, akkor ezt már felvesszük. Egy kedves vezérrel. És remélem, hogy jól mondtam, annyit még javítanék, szerintem véletlenül DDD kocsit mondtam, vagy úgy hallhattátok, amikor úgy utaztunk ugye a csörgős menettel. Hát én azt kijavítom BDD-re, mert ugye a B az a másodosztályt jelzi, a nagy D az a kerékpárszállító kocsit, igen, azt a részt jelzi. Tehát teljesen igaza lett volna, aki beírja a kommentbe, hogy ezt elcsesztem, de most így javítom magamat. Én köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor csapassatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, írjátok meg a véleményeteket kommentben erről a videóról. Találkozunk egy következő videóban. És akkor én búcsúzok innen Tatáról. Sziasztok!